Köszöntöm a nézőket, ez itt a Sport Hétfő, a Pannon Televízió sportműsora. Mai adásunkat labdarúgással kezdjük. Nem indult jól a TSC-nek a tavaszi idény, ugyanis Novi Pazarban hiába vezettek, 1-0-ra végül mégis 2-1-es vereséget szenvedtek. Ennek a mérkőzésnek az összefoglalója következik most. A topolyai együttesnek egy nagyon nehéz és kellemetlen ellenféllel kellett szembenéznie a bajnokság folytatásának első fordulójában. A havas pálya és a nagy hideg nem kedvezett a csapatoknak, így a Novi Pazari találkozó első 45 percében nem született gól, sőt nagy helyzetek sem alakultak ki. A második félidő már sokkal több izgalmat hozott, már az elején Jovanovic a 16-osba tört, ahol a védők megállították. Segrök játékvezető előbb büntetőt ítélt, majd miután a VAR szoba odaszólt neki, visszanézte a helyzetet és mégsem ítélte meg a 11-est a topolyaiaknak. Néhány perccel később mégis sikerült Jovanovicnak meglépnie a hazaiak védelmétől és nagyszerűen átemelni a kapust, amivel a TSC megszerezte vezetést. Ezután a Novi Pazar játékosai rákapcsoltak, folyamatosan rómozták a vendégek kapuját, aminek a 80. percben lett meg az eredménye. Filipovic beadását Nikcevic a második kapufáról Ilić kapus hálójába lőtte. Ezt követően Stankovic szakvezető a pályára küldte Slobodan Stanojlovicot, a TSC-től kölcsönvett játékost, aki 5 perccel később eldöntötte a találkozót. Nem úgy sikerült a mérkőzés, ahogy terveztük. Valójában mi egy jó mérkőzést láttunk, egy olyan mérkőzést, amelyben sikerült nekünk ugyanúgy, hogy terveztük és kontrollálni a mérkőzést. És hát olyankor, amikor eljutottunk addig a pontig, hogy gólt is sikerült lőnünk, és a mérkőzést meg tudtuk volna nyerni, 10 perccel a vége előtt csináltunk olyan hibákat, valójában mi hozzá járultunk ahhoz hibáinkkal, labdavesztéseinkkel, hogy az ellenfél a végén visszahozza a mérkőzést és megnyerje. A Novi Pazarnak ez a 10. diadala a bajnokságban, és feltornázta magát a 6. helyre. Mislim da su onako ušli dosta dobru utakmicu, da su iskoristili taj neki moment pada ekipe TSC-a posle datog gola. I da ne previše ne dužim, čestitam na svemu što su radili, ali je jako bitno da se ponavljam. Ovo je samo početak, mislim da je najbitnije ono što treba se desi u maju i ono što bi svi voljeli, a to je da Novi Pazar izbori Evropu. Biće jako teško, imamo jake konkurente, ali je jako bitno da se ponavljamo. A TSC megtartotta a 3. helyét a táblázaton, de az előnyel 4. helyezett Csukaricskival szemben mindössze 1 pont. Szombaton a 21. fordulóban a topolyai csapat a Nepredakot látja vendégül a TSC arénában. Kedves nézőink, a folytatásban pedig azt is megmutatjuk, hogy milyen eredmények születtek még a Szuperligában, illetve a magyar labdarúgó első osztályban. A TSC-hez hasonlóan a Spartakusz is vereséggel kezdte a tavaszi szezont. A szabadkaiak hazai pályán kaptak ki 3-1-re a Csukaricskitől, a többi eredménye következő. Nisi Radnicki Lucsani Mladost 2-1, Kolubara Radnik 1-0, Crna Zvezda Vojvodina 1-1, Kragujevaci Radnicki Vordovac 0-1, Mladost Gát Javor 2-3, Napredak Partizán 0-1 és Novi Pazar TSC 2-1. A mezőnyt az 54 pontos Crna Zvezda vezeti, második a Partizán 46, harmadik a TSC 39 ponttal. A Vojvodina 34 ponttal az 5., a Spartakusz pedig 18 ponttal a 14. helyen áll. A magyar labdarúgó első osztály hétvégi derbijén a Ferencváros 3-1-re legyőzte az Újpestet, a többi eredménye következő. Zalaegerszeg Mezőkövesd 0-0, Fehérvár Debrecen 1-1, Budapest Honvéd Kisvárda szintén 1-1, Paks Kecskemét 0-0 és Puskás Akadémia Vasas 1-1. A tabella élén továbbra is a 44 pontos Ferencváros, komoly hátrányban a második Kecskemét és a harmadik Kisvárda. És továbbra is maradunk a labdarúgásnál, azonban női focira váltunk. Itt van velünk a stúdióban Vajda Fangyó, a Magyar Kanizsai TSC női csapatának edzője, illetve Kovács Izabella játékos. Sziasztok, köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba. Ugye elkezdődött már a fölkészülés nagyjából egy hete. Hogyan zajlik most a munka, mi az edzésterv? Sziasztok, köszönjük a meghívást. Most ugye hagyományosan kezdődtek az edzések, azt kell, hogy mondjam. Nehéz terheléssel, az abban a szakaszban vagyunk, ugye ez az alapszakasz, amikor ilyenkor még nehezek a lábak, az edzések azok többnyire futásról szólnak, azzal, hogy azért kombináltuk ezt, tehát ugyanis van, amikor 2-3 edzésünk van, tehát délelőtt labdás edzések, délután futás, este pedig a súlyzó.
úgyhogy most vagyunk, ez a két hét lesz a legnehezebb a lányok számára, és a jövő héten már elkezdjük majd a barátságos mérkőzéseket is. Az első mérkőzésünk a román bajnok Politechnika Temesvárral lesz, és utána már kicsit könnyebb lesz a lányoknak is, mert több labdás edzés lesz, több mérkőzés lesz, úgyhogy úgy gondolom, hogy a folytatásra elég jól fel fogunk majd készülni ebbe az időszakba, ami körülbelül olyan 5-5,5 hét, amit beterveztünk az edzésekre. Amit Fangyó fölvázolt, az eléggé keménynek tűnik, napig két edzés is van. Hogyan bírják ezt a lányok, hogyan bírod, mennyire nehezek a lábak? Hát ugye szokásunkhoz híven mi kaptunk egy felkészülési programot, amit így az edzések előtt két hétig csináltunk, úgyhogy fokozatosan készítettük magunkat ezekre a megterhelő edzésekre. Akkor a téli szünetben sem volt csak tévézés, illetve lazulás? Hát ugye volt egy kis időszak, amikor tényleg lazultunk, ott mindenki elvégezte a saját kis teendőit, és tudtuk, hogy kemény felkészülés fog várni ránk, úgyhogy készítettük magunkat. Mi a legnehezebb része jelenleg? A legnehezebb része ugye a futásban, maga tudod, hogy most csak száraz futások vannak, de azokon a legnehezebb részeken most úgy tűnik, hogy túl vagyunk. Ugye játékos mozgás is szokott lenni mindig a nyári, illetve a téli átigazolási szezonban is. Mi a helyzet most a klubnál? Kik azok, akik távoztak, illetve milyen posztokon sikerült erősíteni? Távozunk egyetlen egy van, ugye Ivan Atrubajevic, aki a legjobb góllövőnk is volt egybe, ő a Szegedi Szent Mihályba folytatja a pályafutását. Annak megfelelően erősítettünk, ugye, amit láttunk az ősszel, hiányosságokat, és hát Ivana helyre hoztunk egy montenegrói válogatott csatárt, Jelena Vujadinovicsot, a Breznica csapatától, úgy szintén a Breznicától hoztuk a csapatkapitányukat, középpályás Gyurgyevics Nagyját, és Amerikából tért vissza hozzánk Kecman Mina, úgyhogy ők hároman az erősítéseink, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a három játékossal betöltöttük azokat a pozíciókat, amik hiányosságok voltak még most itt nálunk, és több játékos nem akarunk szerződtetni. Elmondható akkor, hogy a csapatnak a magja az maradt, vannak új érkezők, három lány is. Hogyan sikerül nekik beilleszkedni a csapatba, miben segítesz például te nekik, aki a kezdetek óta itt van, ugye Kanizsán? Igen, hát nekem szívügyem is az a csapat, amiatt tényleg itt vagyok a kezdetektől, és úgy is mondtam a lányoknak, úgy mutatkoztam be, hogy játékos is vagyok, klubtitkár is vagyok, és tényleg bármiben, amiben tudok segíteni, nyugodtan fordulhatnak hozzám. A bemutatkozáskor is, mikor Kanizsára jöttek, akkor én fogadtam őket, és úgy gondolom, hogy a többi lány is nagyon barátságos, ugye az egész csapat nagyon befogadó, és szerintem nekik sem lesz gondjuk a beilleszkedéssel, a továbbiakban sem. Ugye a TSC a Szuperligában szerepel, Szerbiában ez a legmagasabb osztály, 8 csapat van a bajnokságban. Az őszi szezont az 5. helyen zártátok, azonban ugyanannyi pontotok van, mint a 4. helyezett csapatnak. Mi a cél a szezon végén, és mennyire vagy elégedett az eddig eredménye? Hát ugye ez a 3. szezonunk a legmagasabb szinten, és azt tűztük ki még az első évben, hogy minden évben egy lépcsőt próbálunk följebb jutni. Tavaly 5. voltunk, most mindenféleképpen szeretnénk a rájátszás felsőházába bekerülni. Nagyon jó sorsolásunk van, hisz a rivális Vojvodinát itthon fogadjuk, Magyar Kanizsán, és hát az első fordulóban pedig a Zvezda B ellen fogunk játszani. Ugye a Zvezda B-t még eddig mindig megvertük, és bízunk benne, hogy most is megfogjuk. És ha sikerül otthon a Vojvodina ellen győznünk, akkor mindenféleképpen bejutunk a felsőház rájátszásába, úgyhogy ez a célunk, más célunk nincs is. Ugye a Spartacus egyeduralkodó már több mint 10 éve a bajnokságban. Minek köszönhető ez az óriási különbség? Van esetleg esélye a többi csapatnak, hogy valaki megközelítse őket? Hogyan néz ki most ez a valóságban? Hát ugye már a női labdarúgásban is nagyon fontosak az anyagiak, ugyanúgy, mint a férfi labdarúgásban lassan, és hát ők a Bajnokok Ligája szerepléssel, és egy, úgy látom, hogy a város is igazán mögéjük állt a támogatással, elég sok pénzt tudnak összehozni egy szezonra, és
olyan játékosokat tudnak hozni, akik minőségbe tudnak hozzátenni a játékukhoz, és én úgy látom, hogy a következő pár évben nincs esély, hogy valaki is megszorítsa őket. A Beogradi Zvezdának jó csapata van, de nincsenek olyan játékosaik, akik szerintem tudnának olyan játékot produkálni, hogy a Spartakot megszorítsák. Ugye Izabella, te nem csak játékos vagy a labdarúgásban, hanem régóta bíráskocs is. Mit tudhatunk erről, melyik ligában fújod most a sípot? És mennyire lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Én 2013-ban kezdtem el a játékvezetéssel foglalkozni, és ugyanúgy, ahogy a fociban, itt a játékvezetésben is lépcsőről lépcsőre haladtam. Kezdtem ugye a Tiszamenti ligával, utána följebb léptem a Szabadkai ligában, majd most pedig a Vajdasági ligában vagyok, mint partjelző, és a női első ligában, amiatt már ugye, hogy a Szuperligában pedig játékos vagyok. Mennyire nehéz vezetni ugye a fiúknak a mérkőzését, ugyanúgy tisztelnek, mint például egy férfi játékvezetőt, vagy vannak beszólogatások? Beszólogatások azok mindig vannak, viszont nőként nagyon nehéz kivívni a tiszteletet játékvezetőként, de vannak persze kivételek, és amiatt is maradtam ebben, mert hittem abban, hogy én ezt meg tudom csinálni, és szeretem is csinálni, úgyhogy nem bántam meg. Visszatérve még kicsit a fölkészülésre, szoktatok edzőtáborokba is utazni, most ez jelenleg terben van-e, vagy végig Magyar Kanizsán fog készülni a csapat? Mivel hogy jó feltételek vannak Magyar Kanizsán is, és remélem, hogy az elkövetkező napokban nem fog hó esni, Magyar Kanizsán fogunk maradni. Ugye itt a kondícióterem két pálya áll rendelkezésünkre, a zárt térben a fürdőnek a sportcsarnoka, úgyhogy ami kell, az mind ott van Magyar Kanizsán, és lebeszéltük már a barátságos mérkőzéseket is előre, nehéz ellenfelekkel fogunk játszani. Edzőtáborban nem megyünk, de lesz egy 4 napos túránk Magyarországon, ahol is a Buda Őrssel és az MTK csapatával fogunk játszani barátságos mérkőzést 22-én és 25-én februárban. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, és akkor további sikeres focit kívánunk a tavaszi szezon folytatásában is. Mi pedig műsorunkat atlétikával folytatjuk. Világos Adrianna edzésén jártunk Kishegyesen. Nemrégiben őt választották Szerbia legjobb junior atlétájának. Az ő edzését láthatják most. Világos Adrianna tavaly a kolumbiai Cali városában megvédte U20-as világbajnoki címét gerelyhajításban. Majd Münchenben élete első felnőtt világversenyén Európa-bajnoki ezüstérmes lett. A 2022-es évben nyújtott teljesítményért pedig Szerbia legjobb junior atlétájának választották. Természetesen megtiszteltetés, és nagyon boldog vagyok tényleg. Nagyon jól sikerült ez a 2022-es év, és jó volt rá visszaemlékezni. A kishegyesi tehetség a 2023-as éve is lelkesen készül. Édesanyja, egyben edzője Világos Györgyi elmondta, idén még nagyobb hangsúlyt helyeznek majd az erősítő edzésekre. Az idei évre elsősorban még alapozást csinálunk, valamint technikázunk, a gerelyhajítás csinyát-binyát próbáljuk most kijavítani a technikát. Világos Adrianna reméli, hogy idén is jól teljesít majd a versenyeken, főleg az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokságon, de emellett még junior korosztályban is versenyez majd a fiatal tehetség. Augusztusban lesz a két legfontosabb verseny, a junior Európa-bajnokság Jeruzsálemben és a felnőtt világbajnokság Budapesten. A 19 éves atléta sikerei sok fiatalt motiválnak, így Kishegyesen és környékén egyre többen választják a gerelyhajítást. Műsorunk folytatásában pedig röplabda. Újabb fontos győzelmet aratott a szabadkai Spartacus női csapata. Legutóbb a Novi Sad együttesét verték 3-0-ra, ezt láthatják most. Jobban kezdte a mérkőzést a Spartacus, és a játszma közepéig állandósult a hazaiak 2-3 pontos előnye. A fiatal játékosokból álló székvárosiak ekkor még valamelyest tartották a lépést a szabadkaiakkal, és a Spartacus korábbi játékosának, Vasia Filipovicnak a pontjával 14-14-re kiegyenlítették az állást. Ez intőjelnek számított a hazaiak számára, akik magasabb fokozatba kapcsoltak, és végül a nyitószettet 25-20-ra megnyerték. A második játszmában sem csökkentett a tempón a Spartacus, és 17-6-os hazai vezetésnél Sasa Nedeljković, a kékfehérek vezetőedzője pályára küldte a cserejátékosokat is. A kevesebb játékperccel rendelkező lányok is mindent beleadtak, így 25-12-re a második játszma is a Spartacusé lett.
A harmadik szett közepéig tartotta magát a Noviszád, de néhány pontos leütéssel és sánccal újra több pontos előnyt kovácsolt össze a Spartacus. Az utolsó pontot Elena Bai sánca jelentette, melyel a harmadik játszmát 25-17-re, a mérkőzés pedig 3-0-ra nyerte a hazai csapat. Mi smo znali da smo favorit, ali znali smo da ne možemo da uđemo opušteno u utakmicu. Kao što se vidi to po prvom setu, što smo napravili smo dosta grešaka na početku, međutim uspeli smo da se izvučemo, ali da, neko smo očekivali pobedu. A következő fordulóban nehéz vendégszereplés vár a Spartakuszra Lajkovacon, a listavezető Železničár otthonában. No, otvaramo seriju izuzetno teških utakmica, znači sljedeće nedelje idemo za Lajkovac, dolazi nam Zvezda, idemo na UB i dolazi Tent, znači to su druga, treća, četvrta i petoplasirane ekipe koje su ispred nas. Moram da kažem da tražimo šansu za peto mesto, imamo neki plan, neki dogovor da probamo zaista da iz ovih četiri narednih utakmica se i rešava naša sudbina petog i šestog mesta. A szabadkai együttes 9 győzelemmel és 6 vereséggel a táblázat 6. helyén áll, a Noviszád pedig nyeretlenül továbbra is sereghajtó. Kedves nézőink, ennyi volt már a Sport Hétfő, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha valamiről lemaradtak, műsorunkat visszanézhetik a Pannon RTV honlapján, illetve követhetnek minket Facebookon is. További szép napot, a viszontlátásra!